Szép jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Ismételten itt vagyunk a 2012-es Magyar Ifjúsági Nemzetközi Bajnokságon, Pro Tour pénzdíjas versenyen, és az utolsó napjához értünk el a versenynek. Már csütörtökön ugye elkezdődött a csapatversenyekkel, pénteken is folytatódott a csapattal, ugye a csapat versenyek befejeződtek pénteken, a hölgyeknél a horvátok, a fiúknál pedig a csehek voltak a legjobbak. Majd szombati napon, ugye tegnapi napon mi már becsatlakoztunk reggeltől, és ugye páros és egyéni selejtező mérkőzések, csoportmérkőzések voltak. Ugye párosban eljutottunk egészen a döntőig, ahol nagy örömhír, hogy a fiúknál a Szudi Lakatos párosunk ott van a döntőben, és délután szurkolhatunk nekik. Képen látható, két hölgy pedig a Leány 1-es főtáblán küzd meg a legjobb 16 közé jutásért. Név szerint nekünk szemben a balkezes hölgy fehér orosz színeket képviseli, Baravok Katyarina. Egyébként ő nagyváradi Mercedesnek volt a párostársa, sajnos a főtáblán az első kanyarban bugyúztak. Nekünk háttal a majd most szerváró német hölgy pedig Mats Chantal. Chantal a 43. az európai ranglistán, az aktuális novemberi európai ranglistán, tehát előkelő helyet foglal el, ellenfele pedig még előkelőbbet, hiszen 19. az aktuális európai ranglistán, úgyhogy az egyik nagy esélyese lehet talán a végső győzelemre is. Ugye, aki nem követte tegnap délutáni programunkat, annak elmondanám, hogy négyért játsz már, megy itt már a főtáblán a küzdelem. Ugye tegnap este lehet, hogy valakinek bezavart az, hogy három vigasztábla mérkőzés volt az esti programunkban a legvégén. Ötötre áll az első szett, egyelőre puhatolóznak a játékosok, egy-egy jó szerva, jó pörgetés már pontot jelent. Mai napon ugye, amint mondtam, befejező napjához érkezett a verseny, a páros döntők vannak hátra, valamint az összes egyéni főtáblameccs a végsőkig, valamint lemegy a vigasztábla is. Szép pörgetés, zavaró lehet nagyon a német hölgynek ez a balkezes fals. Fehér orosz hölgy egyébként kiemelt volt, tehát nem kellett csoportot játszania. A német hölgy pedig tovább jutott a csoportjából. Ugye ez a főtáblának már a második köre, úgyhogy egy kört már idézőjelben túléltek a lányok. Itt közben nem jut három szetlabdához Baravok, hiszen Chantal nagyon szépen visszajött a labdameneten belül, visszatámadott. De most nem sikerült neki kivédekezni a labdamenetet, egy gyönyörű szép tenyeres egyenessel két darab szetlabdához jut a fehér orosz hölgy. Ugye mondtam, hogy még a szett elején tapogatóznak, aztán most a végén azért elkezdtek gyorsabban játszani, több érintéses labda mellett, mint most is. És nagyon szépen közbeütött megint Baravok, és az azt jelenti, hogy
papír formámnak megfelelően vezet, és megnyeri az első szettet, amíg a lányok kapják a tanácsokat. Addig elmondanám, hogy Chantal a tegnapi napon is láthatott Ankui Luo-t verte, a kanadai versenyzőt 4-1-re. Egy szettet bukott el 5-re, de egyébként magabiztosan nyert. Baravok pedig egy cseh hölgyet vert 4-2-re. Az már azért szorosabb mérkőzés volt, úgyhogy így jutottak el ugye a 64-es táblán a 32 közé, és ugye itt a 16 közé jutás a tét. Nagyváradi Mercedes és Hepke Juhanna még egyébként a hölgyeknél, aki versenyben van. Úgyhogy éppen most látom ott az egyik középső asztalon Hepke Johannát, aki küzd, hogy tovább juthasson. Hepke Johanna egyébként egy hatalmas mérkőzésen 4-3-ra tudott nyerni egy litván versenyző ellen, közben elkezdődik a második szett. Gyönyörű szép labdamenet. Gyorsan játszanak a lányok, próbálnak sokat közbeütni. Szóval Hepke Johanna nyert, ugye az első körben, ezért benn van a másodikban. Nagyváradi Mercedesnek pedig a kiemelése miatt nem kellett első körös mérkőzést vívnia. 9 óra 40-től fog majd játszani a 10-es asztalon Natalia Bajorral, akit tegnap közvetítettünk. Szépen lassan, majd emérkőzést követően rátérünk. Hát nem is lassan, igazából belecsapunk a lecsóba, hiszen még egyszer mondom, rátérünk a fiúkra. Hiszen 9 óra 40-től Szudi Ádámot láthatjuk. Filip Zeikóval, akit tegnap láthattunk az egyik csoportmeccse folyamán, horvát versenyzőről van szó. Valamint 10 óra 20-tól is magyar érdekeltségű mérkőzés, Lakatos Tamás játszik Valuk Alexanderrel. Mind a kettő ugye 16 közé jutásért, ugye a hölgyek kezdik, az illendőség ez diktálja, és utána egy kör fiú mérkőzés. Úgyhogy szurkolhatunk a fiúknak. Ugye a fiúknál nem csak Szudi és Lakatos van ott a főtáblán, nem Ecseki Nándor is, majd egy német versenyzővel játszik a 6-os asztalon 9 óra 40 perctől, Schreiner Floriannal, valamint asztalhoz lép majd Szita Márton is Bankasz Mihállal 10 óra 20 perctől a 7-es asztalon, ott is ugye 16 közi jutás a tét, valamint Magyaros János Bence is ott van a legjobbak között a 32-ben, és egy nagyon erős játékossal, Chen Hongtao-val játszik, Hongtao-val, kanadai színeket képviseli, úgyhogy Bencének föl van adva a lecke. Nézzük a mérkőzésünket. Úgy néz ki, hogy itt a reggeli mérkőzésen nincs meglepetés egyelőre, hiszen az előrébb rangsorolt Baravok már 1-0-8-4 és előny tudhat magáénak. Ez kidobja a háló, 8-5. Tehát még egyszer, amíg megy a második szett, összegezném, hogy összességében ugye egy párosunk van, fiú párosunk a döntőben. Ha jól emlékszem, 14:30-tól lesz majd a döntő mérkőzés.
vagy fél négytől. Tehát délután játszik a Szudi Lakatos párosunk a döntőben, közben 8-8. Német versenyző nem hagyja magát. És egy kis combcsapkodás nőiesen. Úgyhogy van egy páros döntősünk, valamint ugye a Szudi Lakatos Ecseki Majoros Szita delegációnk ott van a legjobb 32 között. Reméljük, hogy a 16 között is mindenki ott lesz. Közben fordít 8-5-ről, német versenyző már 10-8. Remek megmozdulás volt, és ugye a lányoknál pedig Ebke Johanna küzd jelen pillanatban is, majd beszámolok, hogy hogy végzett a fiatal magyar játékos, valamint ugye Nagyváradi Mercedes is még asztalhoz lép, és még versenyben van. És fordít 10-8-ról, Baravok. És adogathat a második szett megnyeréséért. És meg is nyeri bizony. Talán elbizonytalanodott itt a német hölgy. Vagy megijedt a lehetőségtől. Ugye ő 8-5-re vezetett Baravok, 10-8 volt a német hölgynek, és 12-10 ismét a fehér oroszlánynak. Érdekes kis szett volt, fordulatos volt, úgyhogy 2-0-ra vezet az előrébb rangsorolt játékos. A többi asztalon megy folyamatosan a verseny. Egyre kiélezettebb a harc, egyre kevesebben vannak a főtáblán. És még egyszer mondom, hogy a következő mérkőzésünk, következő két mérkőzésünk az magyar érdekeltségű lesz. Szudi Ádám játszik a horvát Filip Zeikóval, és utána pedig ez 9:40-től lesz, és utána 10 óra 20 perc magasságában, ha nem lesz csúszás, akkor Lakatos Tamás Valuk Alexanderrel fog megküzdeni a legjobb 16 közé jutásért. Egyébként a további programunk ugye 11 órától egy leány 8-at döntő, remélhetőleg magyar érdekeltségű lesz, hogyha bejut valamelyik hölgyünk, reméljük mindkettő. Utána egy fiú 8-at döntő, megint egy leány mérkőzés 12 óra 20-tól, akkor egy leány negyed döntőt adunk, majd 1 órától egy fiú negyed döntőt, aztán egy szuszonyási szünet, és utána a fiúpáros döntő, most nézem, 14:30-tól. Ugye, ahol Szudi Lakatos párosunk érdekelt. Elkezdődik szépen a harmadik szett is. 2-1-re vezet német versenyző. A németeknél a völgyek csapatversenyében a B csapat jutott be a döntőben némi meglepetésre. Úgyhogy játszottak a horvát a csapattal, akik szintén nem voltak annyira kiemelve, tehát nem voltak a legnagyobb favoritok közé sorolva a csapatverseny során, de hát mind a két csapat valahogy beverekedte magát a döntőbe. Gyönyörű szép labdamenet, kiszorította ellenfelét Baravok. 3-3. Úgyhogy egy pozitívumává volt a német válogatottnak a versenyforám, hogy ilyen meglepetés döntőt játszottak a B csapattal. 4-3 Chantalnak. Négy-négy.
megindult szépen a fehér oroszlány, visszaadta neki a német hölgy is, utána szépen közbe tudott ütni, ritmus gyorsított. Ötöt. Chantal tudta megelőzni ellenfelét. Hatöt most már. Fej-fej mellett a harmadik szett derekán. Hogyha ezt a szettet is megbírná nyerni a fehér oroszlány, akkor gyakorlatilag lehetetlen helyzetbe hozná az ellenfelét. 3-0-ás előnnyel. Hét hat. És nagyon arra törekszik Barabok kisasszony, hogy itt ne legyen kérdés, semmiféle kérdés és izgalom itt a legjobb 16 közé jutásért. Ismét egy gyönyörű tenyeres falspörgetés, és kidroppolja hosszúra a német lány. 8-6. Gyönyörű szép fogadásod a tenyeresre. Most összezavarodott a német lány. 10-6. Az előző szedben volt 10-8-a, amikor 8-5-ről fordított, onnan elvesztette a szettet, és szerintem nem találja a ritmust azóta sem. Így is van, 3-0. Idegesen teszi le az ütőjét. Mert Chantal, hát nagyon nehéz dolga lesz, az tény. És gondolom, ugye amit az előbb mondtam, érzi azt, hogy lett volna esélye, hogy megfogja ezt a fehér oroszlányt. De hát talán ezért is van előrébb a ranglistán Barabok, mint most mostani vetélytársa. Szóval az ilyen szituációkat meg tudja oldani, és meg is oldotta. 3-0-ra vezett át a fehér oroszlány. Közben zajlik még Hepke Johanna mérkőzése. Majd a következő mérkőzés elején beszámolok az ő meccse végeredményéről. Kapják a tanácsot a versenyzők. A német leányzó már jön is vissza. Hát most nem tennék nagy pénzzel a összecserélték az ütőket. A német hölgy már játszott volna fehér oroszlány ütőjével. Hát, ha úgy jobban megy, gondolta. De aztán egy mosolyjal elintézték, és egy ütőcserével. Aranyos jelenet, el is kezdődik. Negyedik szett vezet a német lány. Rossz fonák. Oldalváltás. És egy elszerva. Ezen a mérkőzésen még nem látunk még egy ilyen kisebb hullámvölgyet se Barabok kisasszonytól. De hát most elindul. Elindul a vonat. 3-1. Álló kidobja a pörgetés, most ezért nem olyan masszív az a kezdés. És egy kicsit taktikát váltott Van Chantal. Egy gyors szerva próbálja kicsit kizökkenteni ellenfelét a ritmusból, a mérkőzés ritmusából. 5-1. Hosszú a fonák pörgetés ismét. Elsőket ront.
fehér oroszlány. Most egy jó szerva viszont. Innen föntről lehetett látni, hogy hogy tekeredik az a labda. Elsurrant német lány ütője mellett, és egy hatalmas hiba. Ebben a pillanatban egy hatalmas zicsert ütött hosszúra a német lány. Na nézzük, hogy megbosszulja magát ez a mozdulat. Egyelőre nem, 7-3. Ezért szép az asztali tenisz, mert ugye 3-0 egy ilyen lélektanilag fontos második szett elvesztése után ugye 3-0 is van már, de mégis simán 8-3 a német lánynak. Ebben látszik, hogy nincsenek nagy különbségek játékban és játéktudásban. Itt igazán fejben dőlnek el a dolgok. 8-4. Azt hitte a fehér orosz versenyző, hogy kicsúszik ez a szerva, de éppen hogy nem. Rossz a fonák. Nem ment föl a hegye, ahogy szokták mondani. Nem tudta kellően kipörgetni a nyesést a labdából. Egy jó szerva, 9-6 már is. Na nézzük, van-e innen visszaút. Hoppá, egy gyönyörű szép fonák pörgetés. Ritmuson kívül meghúzta. 10-6. Szépíthet a német hölgy. Szerva közben. Ebben a szedben, ugye meg is van, ebben a szedben játékban a német hölgy felülmúlta ellenfelét, úgyhogy ez lehet az ellenszere Barávoknak, de hát ezt nagyon nehéz lesz négy szetten keresztül folyamatosan csinálni. Hát meglátjuk, mindjárt jön az ötödik szett. Egy-egyre áll az ötödik szett elején az állás. Most nagyon fölbátorodott a német lány. Két oldalról pörget, fonákkal is, tenyeressel is. Van önbizalom most a játékában. 3-1. Négy-egy már. Érdekes. Érdekes, hogy kezd megváltozni a mérkőzés képe.
4-2, azért kapaszkodik a fehér orosz versenyző. És tessék megnézni, gyakorlatilag aki elkezdi a labdanemetet, aki pörget egy nagy farsot, az meg is nyeri. 5-2. Itt van egy lassú fals, nagyon pörög, és nem mernek úgy belenyúlni, fonákkal főleg a játékosok, és egyből pontot eredményez. 6-3. Az ilyen idézőjeles csapkodásból azért többször kijött jól a fehér orosz lány. És egy nagyon jó a fonák is. 6-4. Nem engedi el végérvényesen ebben a szedben a német lányt. Csak puhítani tudta a labdát Chantal. És így 6-5. Elfogyott az előny. Ismét kiszorította ellenfelét Baravok, és egyenlít, 6-2-ről egyenlít. Zsinórban 4 pontot csinál. Most viszont megtöri a rossz sorozatot Chantal, 7-6 a német leányzónak. Egyenes, tenyeres. 7-7. Közbeszúrt egy ilyen remek pörgetést. És 4 pontra van a továbbjutástól a fehér orosz versenyző. Már csak 3-ra. 8-7. És időkérés. Bizony. Olyan helyre, középre droppolta neki a fehér orosz lány, a német lánynak, hogy gyakorlatilag esélyesen volt jó pörgetésre. Hepke Johanna még mindig küzd lengyel ellenfele ellen, akit tegnap láthattunk, balkezes versenyzőt, és ugye előrébb a rangsorol, nagy meglepetés lenne megverni. De hát ahogy a nézők reakciójából hallom, nagyon szoros az állás. Tart az időkérés. Itt most már nem lehet hibázni ilyen 8-7-es állásnál, főleg a német lánynak nem bukhat több szettet értelemszerűen. Az 5 nyert játszmás mérkőzést még nem találták fel. Úgyhogy most már nem bukhat több szettet. Úgy látszik, hogy jó tett az időkérés, 8-8. Most már. De nincs két szett labda. Második szerváját hozza. Teniszes nyelven a fehér orosz lány. Na nézzük, mi lesz ebből. Mi lesz ebből a 9-9-es állásból.
Ismét oda röviden a tenyeresre, nagyon okos Baravok, nem számított rá a német lány, és mérkőzés labdához jut a fehér orosz versenyző. És nem tudja ledroppolni, 10-10. Pedig megint jól oldalt váltott oda közép felé, de most visszaért a német lány. Újabb mérkőzés labda, rossz szerva fogadás. Most már csak a német lány is mosolyogni tud történteken. Egyenlő, nem hagyja magát. Szépen megpörgette a labdát. Kicsúszott a fogadás, és megcsinálja Baravok. Hosszú fonákkal fejezte be a labdamenetet, kihúzta oda élesen az ellenfél tenyeresére. Harmadik mérkőzés labda. És nincs meg. Ismét, most mindig aki szervál, megcsinálja. Ő kezdeményez, ő támad, most éppen Sántá volt az, aki meg tudta csinálni, és meccsben tartja magát. 12-12. És most Baravok volt az, aki megölte a labdát. És nincs meg. Pedig most is lelakta oda röviden a tenyeresre, de most nem akart nagyot pörgetni a német versenyző. 13-13. És most a német lánynak van szetlabdája. Nem sikerült befejezni a Baravoknak, és ez könnyen lehet, hogy megbosszulja magát. Bizonyám, 15-13, 3-2, nincs vége a csörtének. Izgalmas csatát láthatunk, 3-0, 3-2 tehát. Kíváncsian várom a folytatást. Német ponttal, nem mondom, hogy kezdődik, de folytatódik a mérkőzés 1-1.
3-2-nél. És most, már biztos, hogy önbizalmat kapott Chantal. Három egy. Lecsúszott. 3-2. Így kettő most már Barabok ritmuson kívül. Én úgy érzem, hogy nem ő irányítja most már a mérkőzést. Vagy csordogál a medrében, vagy a német leányzó az, aki jobban csinálja a dolgát. Erre most kidolgoz egy gyönyörű szép pontot. Muszáj neki, kicsit le tudott nyugodni itt a 4-2-es törőközésnél. 4-3. Így, 4 most már kiegyenlít Barabok. Tehát azért arról szó nincs, hogy most simán nyerje ezt a szettet a német hölgy. 5-4. Viszont még mindig ebben a szettben a német hölgyön van szerintem a nagyobb nyomás. Mert nem hibázhat, főleg ilyeneket. 6-4. Nagyon egyszerű hiba volt Baraboktól. Hat-hat. Hát most ez a két szerva, ez nem volt valami jó, mert az egyiket jól leszúrta a német, a másikat megpörgette. El is léphetett volna 4 ponttal fejéről az versenyző. Necces volt a szerva. Hét-hat most már a Chantalnak. Hát érdekes lenne 3-0-ról fordítani. 7-7. Ugye nem is régiben mondtam, hogy el lehetetleníteni ellenfelét Barabok a 3-0-ra. El tudna húzni, elhúzott 3-0-ra, és utána teljesen megváltozott a mérkőzés képe. Ennek ellenére 8-7. Ismét csak, ugye idézőjelben csak 3 pontra a továbbjutástól a fehér orosz lány. Csusza. 8-8. Szerencsé van a németnek. Most már 9-8. Gyönyörű szép tenyeres lecsapás, ha lehet így fogalmazni. Most már 10-8. Ideges is fehér oroszlány. Ott a csusza. 10-9.
lesz-e döntőszett vajon. Egyelőre úgy néz ki, hogy itt, itt döntetlen lesz. 10-10. Mi az nem lehet? Még a pingpongos, a csapatmeccse lehet. És bevállalja a nagy tenyerest. Kifelé szerva, kilépett. És még valahogy visszatudta így pörgetni. Újabb szett labda a döntő szethez. 3-0-ról jöhet föl Chantal. És meg is van. Döntő szettet láthatunk, hölgyeim és uraim. Idézőjelben sima 3-0-ás vezetését leadta az Európa ranglista 19. helyezett Barabok. Döntő szettet láthatunk már itt az első mérkőzésen. A befejező napunkon, hát körülbelül ilyen szoros csatákra számíthatunk ezen túl is. Mindjárt jön a döntő szett. Fehér orosz ponttal kezdődik a döntőszett. 1-1. Kettő egy a német lánynak. Hát nagy szenzáció lenne, hogyha innen fordítana, és egyébként is. 3-0-ról. Kettő-kettő. Három-kettő most már. Baraboknak nem hagyja magát. Most már szerintem dacból hajt. Négy-kettő. Öt-kettővel fordulunk. Három pontos az előny. De hát ugye tudjuk, hogy ezen a mérkőzésen minden megtörténhet. Most már. Ez már veszélyesebb dolog.
ugye szett közepén hátrányban lenni. Hat, négy. Nem hagyja magát Vanc Chantal, már följött 3-0-ról. Csusza. Nincs most szerencséje a német lánynak. 6-4-nél 3-3 lett. Csuszát kapni nem lett, jó érzés. 7-5. És innen már nagyon nehéz lesz visszajönni. Három pont, az előnye még mindig Baraboknak. Az ő helyzete is nagyon érdekes, hogy ilyen lélektani hátrányból föl tudott állni. 9-7, de hát még nincs vége. Időkérés fehér orosz oldalon, bizony. Kilenc-ötről 9-7 gyorsan. Időt is kell kérni. Szépen vezetette az egész szetten keresztül Baravok itt a döntő szetben. Megnézzük, hogy van-e még annyi a német hölgyben, hogy ezt a szettet is kitornásza innen hátrányból, mint igazából az egész mérkőzést jóval esélyesebb ellenfele ellen. Vagy talán elizgulja a végét, vagy rutinból megnyeri Baravok. Ilyen lehetőségek vannak. Kilenc-nyolc. Úgy látszik, hogy az időkérés nem lett jó hatással a fehér oroszlányra. És most beleteszi buta módon a hálóba a labdát Chantal. Lehet, hogy az lesz, hogy elizgulja itt a végét. Viszont most ő tréfálja meg az ellenfelét egy nagyon jó szervával. 10-9, 3-3, 10-9. Ennél szorosabban nem is lehetne. És egy csusza. 11-9. Nem sikerült a bravúr. 3-0-ra fölállt Chantal, de végül is Baravok szerencsével, de megnyeri a mérkőzést. Úgyhogy Baravok folytatja, ott van a legjobb 16 között. Hamarosan folytatjuk tehát két magyar érdekeltségű meccsel. Szudi Ádám, Zeljko Filip, ez lesz a következő mérkőzésünk perceken belül.